112 éve ezen a napon született korábbi kiváló ökölvívón Kocsis Antal, aki az 1928-as amszterdami olimpián légsúlyban aranyérmet nyert, így ő lett az FTC és a sportág első magyar olimpiai bajnoka. Ökölvívó szakosztályunk Kocsis Antal kispesti szülőházában található emléktáblájánál emlékezett a legendára. Kispesti vagyok én is, úgy mint ő, és erre járok mindig edzésre, és akkor fedeztem fel egy pár éve ezelőtt ezt a táblát, és akkor ezt az alkalmat megragadtam, és a fiatal boxolóimnak egy részét is ide kihoztam, hogy emlékezzünk rá, hogy egy olyan lökést adjon majd nekik a továbbiakban, hogy a Fradinak az első olimpiai bajnok, és az Ökölves első olimpiai bajnokához méltem, próbáljunk úgy tréningezni, hogy akinek remélem, hogy sikerülni fog valamelyik fadista boxolónak majd, akik most kezdtek, vagy egy ilyen szép sikert érjen el. Tehát meg kell említeni, hogy Európa bajnoka is a sportágnak, sőt, meg egy Európa bajnok ezüstérmet is szerzett, és egy ilyen családi vonatkozás is, hogy apámnak a sporttársa volt. Úgyhogy van egy emlék is róla, egy fotó, amit már Amerikába küldött ő, amikor már profi boxoló volt. És ugye ezt őriztük, mert egy olyan szép emlék ez, hogy az első olimpiai bajnokról van egy eredeti fotó aláírásával, úgyhogy én büszke vagyok rá, és nagyon régóta apámtól örökölve őrzöm. A magára a Fradira ez a jellemző, hogy kiváló sportemberek alkotják a Fradi családot, és nagyon örülök én is, és boldog vagyok, hogy ennek a családnak a tagja lehetek. Erre próbálom nevelni a fiatal fiúkat is, hogy ez egy különleges egyesület a Fradi, mert itt mindenki szereti a másikat, és minden család úgy működik, és a mai világban, amikor már inkább hogy szétszorodnak a fiatalok, nagyon törekszünk arra Kótai Misi Bedák Polival együtt, hogy egy családot alapítsunk itt a Fradiba, sportcsaládra gondolok természetesen, és hogy az ökölvás ez eredményekben is majd megmutatkozzon. Példát szeretnék mutatni. A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A Fradiban egyek vagyunk. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! A mi öltözőnkben sosem volt téma, ki honnan jött hozzánk.